Magyarországon a kutatások és az elemzések szerint az emberek 78%-a azt szeretné, hogy őrizzük meg keresztény kultúránkat és keresztény hagyományainkat. Bajorországban például ma már több pénz megy menekültügyre, bevándorlásra és integrációra, mint amennyi a gazdaság, a környezetvédelem és az egészségügy állami költségvetésére együttesen. A kultúránk, az identitásunk és a nemzeteink, ahogy ma ismerjük őket, ha ez így megy tovább, megszűnnek létezni. Vagyis még a saját szemünkkel láthatjuk, milyen irányt vett a mi nyugati világunk jövője, a gyerekeinkről és az unokáinkról nem is beszélünk.